Mai időjárásunkban a Kárpát-medence legnagyobb részén nem a felhők játsszák a főszerepet, inkább mellékszerepet kapnak, mert azért lesznek felettünk, de komolyabb hatással nem lesznek időjárásunkra. Üdvözlöm a kedves nézőket, itt az M1-en, Fejős Ádám vagyok. Ennek oka pedig az, hogy egy anticiklon van tőlünk keletre, délkeletre. Ha tőlünk keletre van az anticiklon, ez azt jelenti, hogy déli szelek dominálnak itt a Kárpát-medencében, pontosabban déli-dél-keleti áramlás lehet a jellemző, és mivel ezek a déli szelek kitartóak lesznek, ezért fontos hozzátenni, hogy erre a jelenségre bizony rásegít az a melegfront is, ami tőlünk északra halad el. Ez a melegfront szállít jóval enyhébb léghullámokat tőlünk északra. Lengyelország egyes részeiben, Németországban, Dániában, sőt, még Skandinávia déli felébe is. Láthatják, hogy Nyugat-Európában röpködnek a 10 fok feletti csúcsértékek, sőt a 15 fok környéki maximumok sem olyan ritkák. Itt a Kárpát-medencén belül ma ennyire meleg nem lesz, viszont a következő napokban megközelíthetjük ezt a mágikus 10 fok feletti, azaz két számjeggyel leírható hőmérsékleti csúcsértékeket, nem mindenütt, de azért előfordulhat. Felhőátvonulások mellett csapadék nem valószínű, legfeljebb kisebb hószálingózás fordul elő. Kisüt tehát a nap a legtöbb helyen, viszont a nyugati, észak-nyugati ország részben marad a borongós, erősen felhős idő, időnként ködfoltokkal, időnként rétegfelhőzettel. A dél-keleti áramlás időnként megélénkül, elsősorban az Alföldön van erre kilátás, ez rásegít egyébként a felmelegedésre, arrafelé 4-5 fokra lehet számítani, természetesen pluszban, másod 2 és 3 fok között lesz a hőmérsékleti csúcsérték, viszont nyugat felé haladva hidegebb lesz, a Dunántúl nagy részén mínusz 1 és plusz 1 fok körül, azaz fagypont környékén várható a hőmérséklet maximuma. Ami a folytatást illeti, szerdán már a délnyugati területeken határozott melegedés várható, másod csak szépen lassan köszön be ez az átmeneti decemberi tavasz. Szerdán előfordulhat még köd nagyobb területen nyugaton, aztán csütörtökön, pénteken többnyire a változó felhőzet ellenére kisüt majd a nap. Ezt követi a péntek délutáni nedvesebb léghullám, ami észak felül éri el a Kárpát-medencét. Ebből a léghullámból elsősorban szombaton lehet nagyobb valószínűséggel esőre, záporesőre számítani, és jól hallották, valóban nem hózáport mondtam, hiszen a hőmérsékleti csúcsértékek szenteste napján 6 és 14 fok között alakulnak, tehát semmi esély a fehér karácsonyra, legalábbis itt a Kárpát-medencén belül. Vajon miért van az, hogy néha látjuk, néha viszont nem látjuk a nappali égbolton a holdat? Most éppen látjuk. Azt talán sokan tudják, hogy az egyes holdfázisokat a napsugárzás változóan érkező beesési szöge miatt érzékeljük úgy, ahogy. Ha például a Föld, a Nap és a Hold közé esik, teli hold van. Ha a Nap, a Föld és a Hold nagyjából derékszögű háromszögben állnak egymással, akkor a Holdnak csak körülbelül a fele világos, mintha oldalról világítanánk meg egy labdát, például egy focilabdát. Ha a Holdra érkezik és a Földről látható belső fény, akkor azonnal kiszúrjuk az égen, de miért van az, hogy időnként nappal teljesen eltűnik? Ennek oka maga a földi légkör. Új Hold környékén, mindössze 2-3 napról beszélünk, amikor a Földről szemlélve a legkevésbé fényes, a Hold akkor is ott van, csak nem látjuk. A napból érkező sugárzás a légköri részecskék hatására szóródik, ez az oka annak, hogy nappal az ég kék színű. Ez a kékes fátyol bár szórt fény, de túlragyogja a nem, vagy csak nagyon kismértékben megvilágított holdat. De még egyszer mondom, ez nagyon rövid ideig tartó jelenség. Felhőtlen időtöltést kívánok, viszontlátásra!